Az óvónénik is várják már az enyhítést. Nehéz év van a népművészek mögött. Családi vita Ecsekfalván. Gyors kölcsönt igényelhetnek térségünk vállalkozói is. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 10-én 18 óra 5 perckor. Szerencsés lesz-e a 2021-es év az óvoda és a gyermekek szempontjából, kérdeztük Balajtiné Sütő Margittól, a Kuthen úti óvoda tagóvoda vezetőjétől. Mint megtudtuk, szerencsésen indult az év, hiszen az óvoda teljes létszámmal nyitott január 4-én, így folytatódhat a nevelési év. Ez januárban, amikor megkezdődött a nevelési évünk, vagyis folytatódott, sokkal több kisgyermek érkezett óvodába, mint az elmúlt időszakban. Tehát meg tudtuk kezdeni a nevelési évünket januártól ugyanúgy, mint szoktuk, és különböző projektekkel vártuk a gyermekeket. Jelenleg is zajlanak a projektek a csoportban. Most, hogy megérkezett a tél, ezen évszak köré építik a feladatokat, az egészségmegőrzéstől a vitaminokon át, a réteges öltözködésig, de már a farsangra is készülnek a csoportok. Az egyik projekt, az egyik csoportban a tél. A tél témaköre az időjárás, öltözködés, emberek, állatok életének a megváltozása, illetve nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, kimondottan ebben a helyzetben még jobban, és van olyan csoport, ahol az egészségünk megőrzése a projektnek a témája. Illetve készülődünk farsangra, és van olyan csoport, aki már elkezdte a készülődést. A szülőkkel zárt online közösségi felületen tartják a kapcsolatot, ahol tájékoztatják a szülőket is gyermekükről. A jelmezes vidám farsangot is megörökítik a szülőknek. Igaz, hogy nagyon kevés időt töltenek az óvodában, hiszen ugye az intézkedési tervben ez le van szabályozva, de megpróbálunk online, van olyan csoportunk, ahol online felületen közösségi csoportot hoztak létre az óvodapedagógusok, és ott tudják tájékoztatni a szülőket, illetve a szülők is az óvodapedagógusokat az aktuális témákról, feladatokról, gyermekekről. Szülők nélkül fog megvalósulni idén a farsangunk. Terve van, hogy a csoportokban a gyermekek ugyanúgy beöltöznek a hagyományokhoz híven, és ugyanúgy különböző játékokat, tevékenységeket ajánlunk föl a gyermekeknek, ugyanúgy megvendégeljük majd őket, és egész nap a jelmezükben lehetnek a gyermekek. Ezekről felvételt készítünk, fényképet, illetve videófelvételt, és ugye megosztjuk a közösségi csoportokban a szülők felé, hogy ők is láthassák, hogy gyermeküknek hogyan telt a farsangi napjuk az óvodákban. Az óvónőknek hiányzik a napi kapcsolat a szülőkkel, remélhetőleg tavasszal már tudják őket fogadni rendezvényeiken. Nagyon bízunk benne, hogy eljön ez az idő is, hiszen valahol ez hiányzik a gyermekeknek is, illetve nekünk óvodapedagógusoknak, az a közvetlen kapcsolat a szülőkkel, hogy lássák a gyermeküket, és itt lehessenek, és betekintést nyerhessenek az óvodai életben, a mindennapi életünkben. Az iskolába menő gyerekekkel külön foglalkoznak minden nap. 35 gyermek tanköteles korú. Velük a 4 tehetségműhelyben is külön foglalkoznak. Nagyon örülünk neki, hogy az iskolába menő gyermekek szinte 100%-osan itt vannak az óvodánkban. Ugyanúgy az iskolára való felkészítés ugyanúgy folytatódik, illetve jelen van a mindennapjainkban. 35 kisgyermek tanköteles korú, ebből 8 szülő döntött úgy, hogy benyújtja a kérelmet az oktatási hivatal honlapjára, hogy maradjon még egy évet gyermek az óvodában. Előre láthatólag 2 biztos, hogy itt fognak maradni, és igyekszünk, ugye, mire oda jutnak, hogy szeptemberben iskolát kezdenek, hogy valóban alkalmassá váljanak az iskolai életre. 4 tehetségműhelyünk van, van egy gyermektánc tehetségműhelyünk, vizuális tehetségműhelyünk, zenei tehetségműhelyünk, és egy mese tehetségműhelyünk. Természetesen ugye azok a gyermekek,
akiknek a képességei kiemelkedőbbek, azok részt vesznek ezeken a műhelyeken, és ott meg még egy kis pluszhoz is jutnak fejlesztésük érdekében. A leendő óvodások beiratása remélhetőleg már személyesen is megtörténhet, hiszen ez a szülőknek, a gyermekeknek és az óvodapedagógusoknak is fontos. A pandémiás helyzet miatt felemás volt a Nagykunsági Népművészek Egyesületének is a 2020-as éve, hiszen több rendezvényük elmaradt, és az idei évüket is érinti a jelenlegi járványügyi szabályozás, derült ki dr. Eskovács Ilona egyesületi elnökkel folytatott beszélgetésünkből. Januárban nagyon sűrű programmal indultak, hiszen megjelent a Kunkapu könyv, és gyönyörű könyv bemutatót tartottak, mondja az elnök, aki elkezdte az iskoláknak is eljuttatni a könyvet. Nagyon sűrű programmal indultunk januárban, hiszen megjelent a Kunkapu könyv, gyönyörű könyvbemutatóval, és rövid időn belül tudtunk egy közgyűlést összehívni, ami nagyon hasznos volt, hiszen a könyv az elsősorban az egyesület tagjainak szól. Tehát mindenki kapott természetesen ajándékba, és elkezdtem azt a programot, hogy a gimnáziumnak, esetleg iskoláknak és távolabbi területre is osztogassunk könyveket. Nem fejeződött be ez a nagy program, hiszen a további nagykun városokba már nem jutottunk el. Március 12-én a Györfi István Nagykun Múzeumban megnyílt ugyan a Kunkapu kiállítás, ahol bemutatkoztak az egyesület faragói, de már a látogatók nem nézhették meg. A kiállítás továbbment volna a környező településekre is, ez elmaradt. Szeptemberben azonban kisújszállásra átvihették, ott a kiállítás jelenleg, de nem látogatható. A legnagyobb rendezvényünk márciusban, március 12-én volt, hiszen megnyitottuk a Györfi István Nagykun Múzeumban a Kunkapu kiállítást, aminek a jelentősége nem csak az, hogy bemutattuk ezt a stílust, hanem bemutatkoztak a faragóink, hiszen kivétel nélkül minden egyesületi faragó készített egy-egy kis kapumodellt, nagykapuoszlopmodellt, stb., és ezek helyet kaptak a kiállításban. Ez a kiállítás tovább ment volna tavasz folyamán, májusban Kunhegyese, Kunmadarassa, megvoltak az időpontok, és volt egy augusztus végi időpont kisújszálláson. No, ezt kivételesen sikerült megrendeznünk, mert szeptemberben megnyitottuk a kisújszállási morgó bemutatóteremben a Kunkapu kiállítást, amit eleve vándorkiállításnak terveztünk. És itt van vége, ott látható továbbra is a Kunkapu kiállítás. Egyelőre a tervek szerint majd ebben az évben, talán májusban vagy nyár elején visszük tovább Kunhegyesre, minden nagy Kunvárosba, és még távolabbi területeken is szeretnénk bemutatni. Az egyesület tagjai azonban több kiállításon vettek részt 2020-ban. A Táncoló Tulipánok karcagi kunhímző csoporttól is szólt az elnök. Na most, amiről kevésbé tudnak, nem olyan látványos a karcagiak, hogy bizony a Népművészeti Egyesület tagjai máshol is pályázatokra jelentkeznek, kiállításaik voltak Szűcs Imréjéknek, a Nagynétörök Zsókának, és így tovább, tehát működnek. Pádár Áginak a Táncoló Tulipános hímzőköre kiválóan működik. Ők azok, akik a polgármesteri hivatal számára őszfordulnak, folyamán gyönyörű kis kollekciót, kunhímzéses kollekciót adtak át, és készítik, már bemutatták a református templomba azt a hímzés együttest, ami úrasztali terítő, és itt tovább, amivel majd talán húsvét vagy pünkös folyamán ebben az évben fognak egy kis ünnepség keretében hát szép ajándékot átadni a karcagi református egyháznak. Az idei tervek közül a Kunkapu kiállítás szeretnék tovább vinni a nagy kun településekre. Emellett Nagynétörök Zsóka keramikusnak és Andrássy Mihály fafaragónak is terveznek kiállítást a Györfi István Nagykun Múzeumban, ha a vírushelyzet engedi és kinyithat az intézmény. A Kunkapu kiállítás, mint mondtam, visszük tovább. Azon kívül
idő járványtól függ. Már van egy kiállítási tervünk, be is fogadta a György István Nagykun Múzeum, Andrássy Mihály népiparművész faragónak és Török Zsóka kerámikusnak lesz egy szép egyéni bemutatója. Azon kívül más terveink vannak, de is vannak, de ezek egy kicsikét titok. Ha a helyzet engedi, akkor szeretnének hímzőtábort is szervezni. A kunhímzés könyvben bemutatott eredeti párnavégek lehímzését elkezdeni. Szeretnék, ha a karcagi lányok, asszonyok megtanulnák a kunhímzést, mely a magyar népművészet legértékesebb stílusa itt alakult ki. Szeretnénk Berekfürdőbe vagy itt egy hímzés tábort, nem nagy létszámút, egy kis létszámú, inkább csak a karcagi táncoló tulipán szakkörei tagjainak a számára, meg a bereki és esetleg a madarasi hímzők számára egy kisebb összejövetelt tartani, pontosan azért, hogy a kunhímzés könyvben bemutatott eredeti párna végeknek a lehímzését, módját, stb. Egy kicsikét közelebb hozzuk a hímzéshez. És amit borzasztóan szeretnénk, és kérjük a karcagiakat, asszonyokat, lányokat, tanulják meg a kunhímzés technikáját. Várja a kunhímző szakkör a jelentkezőket. Ma annyira nem divatos, pedig egy olyan szép szabadidő eltöltési lehetőség. Lehet bármikor jelentkezni ebbe a szakkörbe, a Pádár Áginál, a szakkörvezetőnél, vagy nálunk, Gál Andrásnénál, az Egyesület titkáránál, vagy éppen nálam. Szívesen veszük a jelentkezését, süket, mert hiszen karcagiaknak büszkéknek kellene lenni, hogy a magyar népművészetnek a legértékesebb stílusa itt virágzott, itt alakult ki. Hát becsüljük meg már legalább azzal is, hogy mind a fiatalság, és itt jut eszembe, hogy bizony milyen jó lenne, hogyha a kunhímzést oktatnák a technikaórákon, ha létezik még olyan, nem tudom, az általános iskolákba például. Azt tudom, hogy az óvodákba megy. Egyébként most is lesz februárban egy közös rendezvényünk a György István általános iskolával, hiszen kiírtak egy pályázatot, de az a kunkapu, remélem, hogy legközelebb a kunhímzés pályázatot, és a gyerekek között is népszerűsíteni kellene. Én úgy gondolom, hogy az Egyesületnek a legfontosabb feladata népszerűsíteni a nagykunsági népművészet eredményeit. A szakember reméli, hogy az iskolákban is tanítják majd a kunhímzést. Nézeteltérés alakult ki két férfi között italozás közben Ecsekfalván. A vita tetlegességig fajult, és az idősebb férfi egy késsel nyakon szúrta vendégét. A mentők a megszúrt férfit súlyos, életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. A rendőrség bűnügyi osztálya emberölés kísérlete miatt indított büntetőeljárást a 47 éves ecsekfalvi férfi ellen, és őrizetbe vette. A helyiek megdöbbentek az esetem. Hát nagyon sajnálom, mert ez egy nagyon rendes család. Nagyon sajnálom a férfit, mert nekem munkatársam volt, nagyon jó munkatársam volt. Én jó családapárnak tudom. Hát elpattant a célna nála. Nem tudok többet az eset. Igazából konkrét esetet nem tudok, mert észre se vettük be attól, hogy itt vagyunk a szomszédban. De nagyon sajnálom. De bízom benne, hogy a sérülés nem olyan veszélyes, és nem lesz olyan hosszú a dolog. A gazdaság újraindítási akcióterv legújabb lépése a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön a kis- és középvállalkozások újraindulását segíti. 10 millió forintos, 10 éves futamidejű kamatmentes hitellel segít a kormány. Varga Mihály hozzátette. Időt hagy a vállalkozásoknak a munkára az, hogy a hitel törlesztését csak 3 év múlva kell elkezdeni. A kormány újabb részletekről is döntött. Ezek közé sorolta a miniszter, hogy a felvett összeget a vállalkozások bérekre, járulékokra, rezsire, működési költségre és készletfinanszírozásra is használhatják. Varga Mihály közölte, a hitelprogram keretösszegét a kormány 100 milliárd forintban határozta meg, a gyorskölcsön lebonyolítója a Magyar Fejlesztési Bank.
Ahhoz, hogy a gazdaság újrainduljon, nem elég a korlátozások feloldása, forrásokra is szükség van. A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön ebben nyújt fontos segítséget a legkisebb vállalkozásoknak. A cél az, hogy a gazdaság újraindításához és a munkahelyek teremtéséhez a magyar KKV-k is minél nagyobb arányban járuljanak hozzá. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!